portré most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. A műsor mai vendége egy énekes, Vásári André. Köszöntelek. Szia. Örülök, hogy itt vagy. És akkor gondoltam, hogy beszélgessünk a rámenőséggel kapcsolatban veled egy picit, hogy például te azért működsz és előállítod folyamatosan az újdonságokat is, és viszed és terjeszted, mennyire kell szerinted ma rámenősnek lenni ahhoz, hogy eljusson minél több helyre az, amit csinálsz. Vagy hát például te magad is. Ez embere válogatja, én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül az előadó művésznek kell rámenősnek lenni, hanem azoknak az embereknek, akikkel ő együtt dolgozik. Tehát például van egy sajtós, aki akár egy ilyen interjút leszervez, vagy van egy menedzsment, aki úgy terelgeti a művészt, hogy ne a művésznek kelljen kopogtatni az ajtón, vagy telefonálgatni, hanem ugye erre vannak úgymond ők. Én ezt, ha ez abszolút gusztusos és normális keretek között működik, szerintem ez kell. Na de mégis azokat az embereket viszont te választod meg, akikkel együtt dolgozol. Tehát lehet mondani, hogy például választasz magadnak szándékkal egy jó rámenős embert, vagy többet, ők rámenősen intézik az ügyeket, és aztán ez alapján pedig azt mondják, hogy na hát, hogy Andrénak micsoda rámenős emberei vannak, biztos ő is ilyen? Figyelj, én azt gondolom, hogy senki nem akar olyan emberrel együtt dolgozni, aki mondjuk lusta, vagy neked kell nyomogatni, hogy hívtad már, csináltad már, hanem olyan emberrel akar dolgozni mindenki, legalábbis én ilyen ember vagyok, aki tényleg megy és csinálja és ötletel. Ha ezt most rámenőségnek hívjuk, akkor igen, akkor fontos, hogy rámenős legyen, de ez az élet bármilyen területén megfigyelhető. Igen. Tehát ha mondjuk egy ügyvédet felbérelsz, akkor gondolom olyat szeretnél, aki megy és csinálja és eléri azt, amiért te fizetsz, nem pedig olyat, aki úgy nem csinál semmit és csak széttárja a kezét. Tehát szerintem fontos a rámenőség, de hát ennek is vannak szintjei. Tehát az olyan, mint a piaci légy, tehát aki tényleg 25 helyről már kidobták, de még mindig visszamászik, az nem feltétlenül jó, főleg ebben a szakmában. Hát pedig egyébként a nagy egészt tekintve lehet, hogy mégiscsak az ér célba, nem? Mert a piaci légy mindig visszamegy, mondjuk most ne a piaci légyet mondjam tovább példaként, hanem aki mindig visszamegy, és mindig visszatelefonál, és mindig újra felajánlást tesz, igen, és aztán ez, megint de és ez megint. Csak egy ideig, óráig megy. Például nagyon érdekes, de voltam egy konditeremben, ez egy nagyon-nagyon ismert európai brand. De gyúrni? Inkább wellnessezni voltam, kaptam egy ismerősömtől egy ilyen egyhetes vagy kéthetes ilyen vendégjegyet, nem tudom jobban elmondani. És utána minden héten hívtak, és hogy akkor veszek-e bérletet, akkor megyek-e, stb. És az első 2-3 alkalommal mindig rossz időpontban hívtak, tehát nem is tudtam beszélni. De utána például a negyedik alkalommal már elmondtam, hogy teljesen felesleges telefonálgatni, mert vagy másik konditerembe járok, ami sokkal közelebb van, ahhoz túl lusta vagyok, hogy a félváros keresztül utazzam, tehát oda fogok járni, és köszönöm szépen, nem megyek oda. És ilyenkor az ember néha kifogást talál, hogy mi miatt nem, de végül nem. Igen. Oké. Egyszer mi már beszélgetünk így műsorban, és akkor saját magadat is rajta kaptad, itt-ott egy kis panaszkodáson. Bizony. Na hát, azóta változott-e a helyzet? Szerintem a panaszkodás egy igazi jó magyar szokás, vagy legalábbis ránk nagyon jellemző a magyar emberekre. Én is elég sokat panaszkodom, de pontosan az elmúlt másfél-két hónapban erre megpróbálok tényleg tudatosan odafigyelni, hogy visszaszorítsam, tehát ne az legyen, hogy a legapróbb dolgokon is képes vagyok nagyon sokáig panaszkodni. De ez szőrszál hasogatás, vagy pedig panaszkodás, vagy elégedetlenkedés, vagy szomorúság kifejezés, vagy ez mind egyszerre? Szerintem mind egyszerre. Tehát lehet olyat, mindig az ember, ha akar, mindig talál olyan dolgot, amin lehet panaszkodni. És ezek szerint te akarsz, mert találsz néha. Én most már nem annyira akarok, tehát most pontosan arra, igen, próbálok így az elmúlt előbb említett másfél-két hónapban trenírozni magam, hogy ne panaszkodjak. És egyébként szerintem ez úgy működik, hogy meg kell fogni
az embernek önmagán belül, vagy önmagát, hogy amikor már érzi, hogy kezdeni mondani, akkor kell észbe kapni, hogy hoppá, jó, nem megyek bele ebbe a játékba, nem fogok panaszkodni. Ez így történt, megnézzük, hogy mi az oka, miért történt, hogy, stb., és akkor változtatunk rajta. De közben nem a szőnyeg alá söpörni, gondolom, és nem úgy, hogy közben rossz érzésed van, hogy ki akartad mondani, de nem mondod ki, hanem gondolom én, hogy úgy jó így lenni, amit az elmúlt másfél-két hónapban már azt mondod, hogy egyre gyakrabban sikerül elérni, tehát gondolom, hogy úgy jó így lenni, hogy természetesen már tényleg ez adja magát, hogy szíved szerint mindig szép dolgokról beszélsz. Igen, ez nem könnyű. Tehát én most nem mondom azt, hogy én is nem veszem észre magamon, hogy na, mindjárt elkezdenék panaszkodni, vagy már éppen panaszkodok is, de a lényeg az, hogy ezt észre kell venni, és meg kell próbálni megállítani, szerintem, legalábbis nálam ez így működik. Tehát kifejezni azt, amikor valami például bánt, akkor például nem fejezed ki azt, ami bánt? De viszont ki lehet úgy is fejezni valamit, hogy teljesen úgymond hidegen és szárazon a tényeket elmondod, hogy ez és ez a dolog engem megbántott, vagy engem ez zavar, és azért zavar, mert. Lehet így is, meg lehet úgy is, hogy elkezd az ember panaszkodni, hogy jaj, és akkor ezt miért, és akkor már akkor átmegy személyeskedésbe, akkor támad, visszatámad. Tehát... Hát de a hideg kifejezés, amíg... A hideget ezt érzed. Tehát, hogy nem belehevülni a vitába, hanem egész egyszerűen tényszerűen elmondani, hogy mi a probléma. De szerintem egy kicsit egyébként lehet, hogy mindenki ezt mondja, hogy én csak a tényeket mondom el, és mindenkinek a ténye egyébként igaz, és lehet, hogy ugyanarról beszélnek többen, és mindenki mást mond, de mindegyik igaz egyszerre, tehát mindenki csak a tényt mondja el, és közben azt mondja, hogy én csak a tényt mondom, hogy ez a nehézség. De ha bocsánat, meg, hogy közbeszólok, de azért azt lehet érezni, ha más nem a hangsúlyból, vagy a hanghordozásban, hogy itt tényleg csak arról beszélünk, vagy pedig van benne egy személyes sértettség, vagy mondjuk betámadom a másikat, akár csak egy kis szóval, vagy egy kis megjegyzéssel, mert akkor az már nem tény, hanem akkor ott már megindul egy személyeskedés, egy kis szurkálás. Tehát, hogyha teljesen normálisan, úgymond érzelemmentesen elmondod a tényeket, lehet, hogy az a te oldaladról a tények, meghallgatod a másiknak a dolgait, de lehet, hogy egyébként ez már inkább egy vita, és nem feltétlenül a panaszkodás, amiről most beszélünk. Lehet, és hogyha szomorúsága van az embernek, és azt kifejezi, akár például egy dalban, és egy szomorú dal. Ez nagyon érdekes, mert ahogy említettem, elkészült a legújabb albumom, igen. Ez az 5. albumom, Mozi egy címmel. Azért termelsz te is rendesen, hogy az el... Na, igen, de a 4. albumom, a hivatalos 4. albumom, mert közben dolgoztam kisebb-nagyobb projekteken, az 2012-ben volt, tehát azért volt 2 év szünet, de erre nagyon büszke vagyok erre az albumra, de pont ezzel kapcsolatban a panaszkodás és a szomorúság. Amikor elkészültek az első felvételek, még úgymond demo felvételek, akkor én is voltam, amikor szomorú voltam, mert nem úgy sikerült felénekelni, vagy nem azt hallottam vissza, amit szerettem volna, és el is kezdtem panaszkodni. És rájöttem arra, hogy például ennél, ha most ennél a témánál vagyunk, igazából semmennyire nem vitt előre ez a dolog, se engem, se a környezetemet, hiszen a környezetemben lévő szakemberek, zenei producer, zenészek, vokalisták, ők is elszomorodtak, mert nem értették, hogy mi a probléma, én nem tudtam igazából jól megfogalmazni, és akkor ebből mindenki panaszkodott már mindennek, úgyhogy egyébként itt is ezt alkalmaztam, hogy akkor megmondtam, hogy jó, nagyon szárazon, nagyon érzelemmentesen elmondtam, hogy én itt ezt és ezt szeretném hallani, nem tudom, hogy lehet technikai megoldani, hogy milyen hangszer kell alá, vagy milyen hangzás kell, doldjuk meg. És érdekes módon, hogy ez hatott, és ezt meg is értették a zenekészítő szakemberek, és szerintem egy nagyon-nagyon jól sikerült album lett. Mindenki ezt mondja a saját albumáról, de szerintem tényleg eddig ez lett a legjobb albumom. Igen, milyen meglepő lenne, ha tényleg valaki mást mondana a saját albumáról, hát ez nem sikerült annyira jó. De akkor azt mondod, hogy tényleg ez az, ami a legjobban sikerült eddig? Úgy érzed? Azt vettem észre, és ezt minden szerénytelenség nélkül mondhatom, például a 3. lemezem, az Ünnep című, ami egy karácsonyi album volt, annak én voltam a művészeti producere, vagy a művészeti kitalálója. A fotózástól, a stylingtól, a zenei
dolgokig minden. És ez platina lemez lett. És az összes többi korábbi és azután következő albumom aranylemez lett egyébként, tehát 3 arany és 1 platina lemezem van, de valahogy mégsem lett platina, ugye, csak ez egyik, és azért bízok ebben nagyon, mert ebben ezt az albumot is megint én állítottam össze, a zenéket én választottam ki, ami úgy éreztem, hogy nekem jól áll, vagy amivel én tudok azonosulni. Én válogattam ki, ha lehet ilyen csúnya szóval élni, azokat az embereket, akik elkészítették ezt az albumot, úgyhogy... Nagyon csúnya szavakat nem mondj, csak egyszer. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez is egy sikeres album lesz. Ez egy filmzenei album egyébként, és valahol én zsigerileg azt érzem, hogy a filmzenék, azok mind hangulatban, mind hangvételben közel állnak hozzám, főleg azok, amiket kiválasztottunk. Na hát ezekkel most már lehet találkozni, majd veled valószínűleg így töltöd a jövő évet is, vagy legalábbis az elejét, gondolom. Igen, a december hónap az hála Istennek tele van ünnepi koncertekkel, adventi koncertekkel, és a jövő évben lesz egy nagy lemezbemutató koncert, illetve hát járjuk az országot, ahogy ezt szoktuk mondani. Úgyhogy ez az idei év is nagyon jól sikerült, de bízom benne, hogy a 2015-ös is hasonlóan jó lesz. Na hát és most itt van az ünnepi időszak, ennek kapcsán is felmerül bennem, meg amúgy is mostanában az adakozás. Az adakozás, hát kérdezem akkor először tőled, hogy te mennyire vagy adakozó, és ha adsz, kinek adsz, és hogyan adsz, és mennyit adsz, és miért adsz. És hova. És hova adsz. Sajnos én azt látom, hogy ez nagyon egy nagy... panaszkodáson kaptam. Nem, ez egy tényközlés lesz, hogy ez egy nagyon nagy divat. Fűfa virág, mindenki adakozik, lehetőleg úgy, hogy minél több kamera ott legyen, és minél több sajtó. De milyen jó, hogy ezt legyen. Mondod egyébként, mert valóban adakozni tényleg titokban lehet leginkább. És pont ezt szerettem volna mondani, hogy én mióta ismert lettem, folyamatosan kapcsolatban vagyok különfajta szervezetekkel, és természetesen az időmet, energiámat és a pénzemet tudom adakozásra fordítani, tehát akár egy koncert, akár valamilyen segélyakcióban részt venni. Én nem szoktam kérni, sőt, azt szoktam kérni, hogy én úgy megyek el, ha nincs ott a nem tudom, XTV-stáb és a bulvárlapok, mert nem tartom hitelesnek. Az is igaz, hogy korábban sokkal többet adakoztam, most viszont már csak olyan szervezeteknek vagy ügyek mellé állok, amelyekkel azonosulni tudok, vagy amelyek az én életemben is hitelesen felvállalhatóak, vagy személyes tapasztalatom van. Tehát például, hogyha megkérnek bármilyen gyermekvédelmi állatokkal kapcsolatos, vagy fiatal tehetséget, zenészeket támogatni, vagy bármilyen olyan dolog, ami hozzám közel áll, nagyon szívesen elvállalom. Nem feltétlenül engem kérnek meg arra, hogy mit tudom én, valamelyik foci együtt, vagy foci csapatnak jótékonykodjunk. Volt erre is példa, és ilyenkor azt mondtam, hogy minden tiszteletem a tiétek, de inkább ajánlanék magam helyett mást, aki ebben valószínűleg hitelesebb. Na de hogyha konkrétan például jössz, mész, és valahol tényleg, vagy akár egyszerűen egy piros lámpánál valaki kér, az is most adakozás. A legutóbbi az 2 nappal ezelőtt volt, hogyha mindenképpen példát szeretnél hallani. Egy koncertről jöttünk haza, már nem is tudom, hogy hol voltunk, és voltak szendvicsek elkészítve, amit nekem csináltak, és ahol lakom, ott ugye kiszálltunk a kocsiból, és láttam egy hajléktalant. Ott általában egy bizonyos ponton szoktak gyülekezni, aztán úgy napközben jobbra-balra mennek, és egész egyszerűen odaadtam ezeket a szendvicseket az úriembernek, illetve megkérdeztem, hogy elfogadja-e, mert azt gondolom, hogy ugyanolyan, tehát egy szinten valóknak kell kezelni minden embert magunkkal, és nagyon-nagyon örült neki. Na most ebből lehetett volna csinálni Facebook hírt, meg nem tudom milyen dolgokat, de igazából nem hiszem, hogy ez annyira fontos vagy érdekes. Apró dolgok. Nem feltétlenül hiszem, hogy az a nagy adakozás, hogy most az is nagyon fontos, hogy valaki 500 000 forintot, vagy 1 000 000, vagy 10-et ad. Átutal valakinek, csak az úgy. Is nagyon jó, de talán igen, tehát ez többfajta adakozás van. Tehát amikor a pénzedet adod, az is adakozás, amikor az idődet, az energiádat, vagy a tehetségedet,
Szerintem nem kell túl misztifikálni. Én azért azt látom, hogy nagyon sokan segítenek. Főleg így karácsony tájékán, ami megint egy tipikus dolog, de ez egy jó dolog, és ez fontos is. És hogyha már egy idő után mondjuk elkezdenének téged szétszedni, hogy André magának biztos van, adjon már nekünk, és aztán másik oldalról is nekünk is adjon, akkor egyszer csak mondjuk mit tudsz csinálni, elszaladsz, hogy hát mielőtt ezt most szép... képletesen kérdezed, igen. Akkor erre ugye ez a válasz, amit mondtam, hogy amivel tudok azonosulni, és amit úgy érzek, hogy fontos, és hitelesen tudok az ügy mellé állni, akkor nagyon szívesen. Ha pedig konkrétan arról, hogy mondjuk oda jönne hozzám öt ember, és mindenki letámadna, hála Istennek azért ilyen nem nagyon történt, akkor pedig az adott szituációtól függne, tehát erre most nem is tudok hételmét mondani, hogy mit válaszolnék. Egyébként valószínű, hogy megijednék. Tehát amikor mondjuk sokan körbevesznek, és úgymond letámadnak, akkor szerintem az egy kicsit rémisztő lehet. És hogyha írnak neked mondjuk interneten, vagy felkeresnek, az is ugyanez igazából, hogy innen szoktak ilyenekkel nagyon fordulni hozzád, hogy konkrét kéréssel mondjuk? Igen. Akár az idődet is kérhetik, és utána a végén már nem érsz haza, hogyha mindenkinek adsz belőle. A 2011-ben az Európai Önkéntességi Év keretén belül volt egy rendezvény, ez a Rendhagyó Énekórák Vásári Andréval, ami azt jelentette, hogy felső tagozatosoknak és gimnazistáknak elmentem az ország különböző pontjaira, és ott beszélgettünk, énekeltem, egy kicsit a komoly zenét bemutattuk nekik. Fantasztikus élmények voltak. Na például itt volt az, hogy az első két-három rendezvény után valahogy ilyen futótűzként terjedt, és 52 vagy 53 felkérés jött egy hét alatt. Na most gondold el, hogy az évben van 52 hét, tehát mindent nem lehet elvállalni, mert fizikailag lehetetlen. De amit el tudtam, és amit el tudok, azt természetesen megoldom. Én egyébként annak sem vagyok a híve, hogyha ugye, hogy előbb említettem, ha valaki ezt nagyon kiteszi, és mindenki látja, és erről szól, de annak sem, hogyha nagyon szétaprózódik, mert szerintem egy-két fontos ügy mellé kell odállni, és azt tudod őszintén véghez vinni. És te tudsz kérni egyébként, hogyha az élet úgy hozza, most nem is feltétlenül csak pénzt, hanem hogyha segítségre van szükséged, vagy akár tényleg támogatásra van szükséged. Én abszolút, és nem is szégyellem, nem mindenkitől, tehát nagyon kevés ember van, akitől minden szégyen, vagy minden kellemetlen érzés nélkül tudok kérni, de hála Istennek vannak emberek, akikhez bármilyen ügyben fordulhatnék. Tehát akár, hogyha mondjuk tényleg nehézség van, vagy nagyon, nem is tudom, rossz hangulatban érzed magad, régebben mesélted, hogy volt néha, hogy ramatyul érezted magad, de hát mindenkivel nyilván előfordul. Én például ez is érdekes, mert amikor idén-nyáron volt egy nagyon-nagyon sok dolog összecsapott a fejem fölött, ezek szakmai dolgok voltak, és végül is jó dolgok, tehát nagyon sok koncert volt, hihetetlen mennyiségű nemzetközi dolgok voltak, nagyon sok új darabot kellett megtanulni, és egész egyszerűen azt éreztem, hogy összeroppanok. És én önmagam jöttem rá, jó mondjuk az ember ezt érzi, hogy nekem most segítségre van szükségem. És én megkerestem egy szakembert, igaz, megkérdeztem pár ismerősömet szakmából, hogy kit tudtok ajánlani, aki előadó művészekkel is, vagy sportolókkal is foglalkozik, és elmentem az illetőhöz. Tehát, hogy valahol az embernek a legfontosabb, hogy önmaga felismerje, amikor segítségre van szüksége. Egyébként, ha például most nem ilyen lelki dolgokról beszélünk, hanem mondjuk anyagi problémám lenne, akkor magamat ismerve én mindig megpróbálom az utolsó percig tartani. Én nem vagyok egy nagy kölcsönkérés, hála Istennek nem is nagyon volt rá szükségem, de akkor úgy élem az életem, volt ilyen időszak is, hogy addig nyújtózkodtam, ameddig a takarom ért, és az élet jól forrta ki magát, és utána nem kellett ilyen jellegű segítséget kérnem. De akkor lelkét azt például tudsz, azt mondod, hogy ha az élet úgy hozza, akkor,
akkor kérsz. Igen. És el is fogadsz. Én általában, mint ahogy említettem neked, nagyon kevés ember van, akinek adok a véleményére, akár szakmailag, akár magánemberileg, vagy magánéletben, de amikor meghallgatok, akkor többfajta véleményt meghallgatok, több embernek a véleményét, és még ha először nem is tetszik, amit mondanak, mert fel vagyok háborodva vagy valami, akkor otthon vagyok magamban, akkor átgondolom, uh-huh. és így jövök rá arra, hogy mégiscsak igazuk van. Lehet, hogy nem esik jól, meg lehet, hogy nem jó, de igazuk van. Tehát, és nekem fontos is a visszajelzés. Tehát én akár szakmailag, akár magánemberileg mindig kérem a visszajelzéseket. És akkor mindig, minden alkalommal mindig végig gondolod, hogyha valaki mond valami olyat, ami fáj, akkor ott pedig addig vizsgálódsz, amíg... Végig gondolom, valamikor nem érzem azt, hogy mondjuk igaza van, vagy nem biztos, hogy jól látja, mert nincs annyira benne abban az adott problémában, de általában azok az emberek, akikhez fordulok, mégiscsak jól ismernek, és tehát én például rengetegszer csinálok olyat, hogy megváltoztatom a véleményem. Nem, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyik nap ezt mondom, másik nap azt, hanem mondjuk azt mondom, hogy ebben a problémában ez az állásfoglalásom, de utána meghallgatok 15 embert, vagy mondjuk 10-et, uh-huh. akkor azt mondom, hogy gyerekek, igazatok volt, én erről az oldalról nem is gondoltam át, úgyhogy akkor legyen ez, vagy az. Hát most, ha lenne még időnk, akkor beszélgethetnénk még a rugalmasságról, mert egyébként itt most ezt vetetted fel, csak nincs több időnk, de akkor azt mondod, hogy te például tényleg képes vagy arra, hogy akár egyik évben valamit gondolsz határozottan, és mondjuk eltelik 5 év, és aztán pedig annyi mindent felismersz azok alatt az évek alatt, hogy kijelented, hogy valami teljesen mást. És aztán, ha valaki például jön és szembesít, hogy de hát André, 5 évvel ezelőtt nem ezt mondtad, akkor te mondod, hogy hát igen, így. Igen, de szerintem természetes, nem? Igen. Hát érünk, más gondolunk, ha te is visszagondolsz mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, hogy viselkedtél egy adott szituációban, lehet azt mondod, hogy nekem pont valamelyik nap volt egy ilyen, hogy nem is hittem el, hogy én annó ezt így gondoltam, vagy láttam, de hát változunk, és szerintem az a szép, hogyha el is tudjuk ismerni, hogy igen, akkor hibáztunk, vagy nem jó úton voltunk. Oké. Okay. Hát most eddig tudtunk beszélgetni, örülök, és köszönöm. Én is köszönöm szépen. És találkozzunk legközelebb is. A helyszínt a Buddha Bar Hotel Budapest biztosította.